esik az eső egy kicsit. Na, de. Szóval, itt van a Jaman Fable-nek a híres regénye, ugye eszembe jut. Molnár Éva írta, valószínűleg lehet látni. Az ő művész neve az, hogy Jaman Fable. Vavian Fébo, vagy hasonló, sajnos nem tudom, hogy kérdésen korrektul ejteni. Az a címe, hogy a Sárkány könny. Volt egy előző verzió is, hogy a Sárkány könnye, de most mindegyben nem menjünk bele. Szóval ez egy ilyen vastag, paskos könyv. Hát talán kényelmetlen fogású vaskos könyv. Azonban elég kevés sor van egy lapon, és borzasztó nagy az üres keret a rész. És hogyan lehet megtudni, hogy egy ilyen vaskos könyv, mert Éva néni csinált, az hány szót tartalmaz? Összesen. Természetesen itt hátul az utolsó, remélem látjátok, az utolsó lapok leírásában csak PR guma van, tehát reklám, meg látogatási jelentős sora, meg egy darab ilyen művészeti rész, ami ugyanennek a fekete-fehér változata. Hát nem tudom, tehát nincsen leírva sehol, hogy az hány, mint az összeg, amiben eredetileg Éva néni szerette volna, hogyha kerül, de szerencsére nem ennyibe került, hanem ingyen volt. Na szóval sajnos nincsen beleírva, hogy hány szót tartalmaz. Na, az egészet úgy kellett megcsinálni, hogy föl kell menni a webre, idióta rendkívül elavult böngészőt használva, beírtuk, hogy a Sárkány könyv PDF, és hát van egy csomó weblap, ami teljesen ingyen és bérmentve kínálja ezt a könyvet, letöltöttem. Kimásoltam TXT-be, ugye látjuk, hogy ez a sima TXT itt fölül, ez ugye ugyanarról van szó. És összeszámoltam az egészet, és áttettem egy LibreOffice programba, ami gyönyörű szépen megszámol mindent, amire éppen szükség van. Így be van éppen paste illesztve az összes szó, ami 380 oldal. Mi érdekes, mert itt a könyvben mondjuk ilyen finoman utolsó lapokat megpróbálom megkeríteni. Nem a 380 oldal jött ki. Hát egy kicsit se 380 oldal, mert ez egy A4-es formátum. Azért írja, hogy 380 oldal. A megfelelő karakter szám pedig itt van. Lehet, hogy kicsit furcsának tűnik, de tényleg. 126 ezer szó. Érdekes, mi? Hát egy ekkora könyvben 126 ezer szó van. És abban a regényben, amit meg én csinálok, az abban kicsivel azért több van. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy... Hogy is van? Már nincs. Jaj, de írtam bele. Hogy 126 ezer szó, az ennyi. És már így fogni kényelmetlen. És az enyém, ami még nincs is kész, az 250 ezer szót tartalmaz. Tehát nem tudom, mennyivel kéne nagyobbnak lennie, hogy még kényelmesen fogható legyen, és ne legyen ennyire híg. A hígot természetesen úgy értem, hogy nagyon nagy a sorköz, meg nagyok a szünetek, tehát direkt ilyen nagy szünetekre van hagyva, hogy könnyen lehessen olvasni, és hogy én elérjem ezt a megfelelő olvasási könnyűséget, tehát ezt a hígságot, hogy kinyitja az ember, így, és jól esik olvasni, könnyen halad a sorok között, és nem veszik el a szeme, nem folynak össze a betűk, nem túl vastag a betű, nem túl csúnya. Szóval 252 ezer szót hogy a fenébe lehet megcsinálni, hogy ne legyen ennyire vastag a könyv? Well, nem tudom.